Sziasztok, kedves barátaim! Most válaszolok egy néhány kérdésre. Az első kérdés arról szól, hogyan kell nevelni gyerekeket a védikus írások szerint. A védikus írásoknak a tanítása azon épül fel, hogyan fejlődik gyereknek a pszichikája. És mivel egyféleképpen fejlődik gyerek pszichikája, ezért ilyen módon kell nevelni a gyereket. És most először elmondom, hogy hogyan fejlődik ki gyereknek a pszichikája, főleg az intelligenciája, és utána megbeszélünk, hogy hogy kell nevelni. A születéstől és egész 5 éves korig, amikor megszületik a kis csecsemő, akkor neki intelligenciája nincsen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a kisgyerek, ő nem tud tenni különbséget, mi a jó és mi a rossz, nem érti, hogy miért nem lehet szétszakítani 20 000-est, miért nem lehet kigyalogolni az autópálya közepére, miért, hogyha valamit büntetni akarnak szülei, vagy tiltanak, ő nem érti, hogy miért ez rossz. Egyet, amit ő érti, az az élményeket. A kisgyerek olyan, mint a szivacs. Ő 5 éves korig szívja magába a élményeket. Ugye nagyon élénk mindent, ahogyan ő fogadja a világot, ahogyan ő tapasztalja, érzi, illatok, szagok, minden nagyon-nagyon erős, és nagyon nagy benyomás hagyja benne, ami utána egész életére fog maradni. Ezért ebben a korban a gyereknek legfontosabb kapni maximálisan sok-sok szeretetet. Azért videk azt mondják, hogy 5 éves korig gyerek a király. Ugye a királyt nem szoktok kioktatni, mondani, hát kedves király, hát viselkedjen már, ugye nem. Ugyanúgy a gyerekeket kell, nem szabad büntetni, vagy nagy rendre tanítani, hogy most nem csináltál a rendet a szobába, akkor most nem kapsz fagyit, vagy valamit. Főleg ezek a zsarulások, hogyha nem csinálsz, akkor nem kapsz, mivel jó voltál, akkor kapsz. Nem. Hanem csak szeretni kell. Ölelni kell, dicsérni kell, kézbe venni, személyesen foglalkozni sokat, nagyon sokat nem szabad például lerázni a gyereket és adni neki egy játékot, főleg ilyen tablet vagy rajzfilmet nézen, hanem személyesen játszani, ölelgetni, így feldobni egy kicsit, elkapni persze. Ez a lényeg. Másképp, hogyha akkor gyerek kap egy megütnek, valamikor szülei, vagy kiabálnak rá, ő nem érti, miért van ez, mert nincs ez a funkciója, ezért traumát kap. A fájdalmat érzi, érti, de nem érti, hogy miért kapott, és azért nagyon sok probléma, pszichikai eltérések lesznek, mikor felnőtt lesz. Szóval ez történik 5 éves korig. Ezután kezd intelligencia aktiválódni, fejlődni. És ezért 5 éves kortól, főleg már 7 éves kortól lehet, nem csak lehet, muszáj tanítani a kisgyereket. Megtanítani, mi a dolga, mi a kötelessége, hogy tanulnia kell, hogy kell tisztelni a szüleit, és idősebbeket hogyan kell tisztelni, mi a kötelessége. Ezért védek azt mondják, hogy 7 éves kortól gyerek szolga, és körülbelül 15 éves korig formálódik már, megerősödik az intelligencia, amennyire kell, és formálódik karakterje, formálódik az egója, az azt jelenti, hogy ő már egy önálló személynek érzi magát. Ezért 15 éves kortól a gyereknek, a gyerekkel kapcsolatot megint kell változtatni. Hogyha első kapcsolat gyerekkel ez a király, utána jön a szolga, és 15 éves kortól barát. Itt is nagyon sok hibát követnek el a szülei, hogy próbálnak tovább úgy kezelni a 15 éves gyereket, mint a gyereket, lekezelni, te mit tudsz mondani, neked mi a véleményed, te nem nincs véleményed, te egy
gyerek vagy, ne szólj bele, te mindig csak butaságot beszélsz, és akkor így a gyerek el van utasítva, nincsen elfogadva, azért ő szeretne minden hamarabb elszakadni és elszaladni a szüleitől. Akkor összezárjuk megint röviden, hogy első lépés ez a király, szeretni kell gyereket, mert nem érti a tanításokat, mi a jó és a rossz közötti különbséget, viszont érzelmileg nagyon aktív, és kell szeretetet adni. 5 és 15 éves kor között kell tanítani, itt sok hibát követnek el a szülei, hogyha nem tanítják a gyereket, akkor utána már később lesz, mikor már 15 éves kort éri el, akkor ott a szolga, mindent meg kell tanítani, és segítsen az apukának és anyukának nyugaton, otthon, mindenben rendre kell tanítani mindenre. Hogy tudjon magát fegyelmezni, a tudatot, az elmét, legyen mindennek az ideje, van idő, mikor tanul, legyen szórakozásnak az ideje, és szóval mindennek van az ideje. Természetesen szeretetet kell adni neki akkor is, szóval nem kell átlépni egy ilyen katonaságra ugyanakkor, de valami szigor kell, hogy legyen. És 15 éves kortól, ott, amikor már tanult, és tiszteli, és szereti a saját apukát, anyukát, akkor át kell lépni, váltani kell, és akkor a baráti kapcsolatra kell vele váltani, akkor ő mindig fog maradni szüleik mellett, és legjobb barátok lesznek, és nagyon egészséges, pszichikailag fiatalember lesz. Köszönöm szépen! Írjátok további kérdéseket, kommentáljátok, ti mit hallottátok a gyereknevelésről, és lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, majd nem sokára találkozunk, Hare Krishna!